fejlesztések Tiszabezdéden. A védőnői szolgálat és a polgármesteri hivatal épületét is korszerűsítették. Értékteremtő közfoglalkoztatás. Mezőgazdasági munkákat végeznek az újfehértói közfoglalkoztatottak. Légi parlagfűfelderítés. Az egész megyét érinti az ellenőrzés, akár 5 millió forint növényvédelmi bírság is kiszabható. A védőnői szolgálati épület fejlesztése és a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése is befejeződött Tiszabezdéden. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! A hivatal felújítása több mint 78 millió forintból valósult meg, és a belső rekonstrukciók mellett bővítést is tartalmazott. A védőnői szolgálat épületére napelemek is kerültek a gazdaságosabb üzemeltetés érdekében. Amíg a szülők a piros székeken ülnek és várnak, addig a gyerekek kisasztalnál rajzolhatnak a tiszabezdédi védőnői szolgálat megújult épületében. A felnőttek szemét klasszikus olvasótáblával ellenőrzik, a gyerek szemvizsgálatra hintaló, létra és egyéb piktogramok szolgálnak. Minden korosztályra gondoltak a felújítás során, így most már kultúrált munkakörnyezet és magas színvonalú eszközök várják az egészségügyi dolgozókat is. Ez területi operatív programból valósult meg, és ebben a programban különös tekintettel voltunk a megújuló és alternatív energiaforrásokra, tehát itt különleges az is, hogy napelemek is találhatóak az épületen. Tehát igazi 21. századi épületet sikerült varázsolni abból a korábban vályog épületből, aminek egyébként a fal szélessége esetenként elérte a 70 cm-t is. A védőnő munkája 21. században kiemelten fontos, hiszen szerencsére egyre több és több gyermek születik, és a fiatal édesanyák igénylik a segítséget. Az említett energetikai korszerűsítés mellett az akadálymentesítés is része volt a közel 40 millió forintos pályázatnak. Az épület kívülről grafit szürke elemeket is tartalmazó borítást és különleges íveket kapott, illeszkedve a megújult községháza stílusához. A több mint 50 éve épült hivatal nem volt hőszigetelve, rossz állapotú fanyílászárókkal és elavult konvektoros fűtési rendszerrel rendelkezett. A korszerűsítés az három elemből áll. Egy épületenergetikai korszerűsítés történt, ami a település operatív program pályázati része volt. Volt egy belső átalakítás, ami belügyminisztériumi forrásból volt támogatott, és egy önerő volt még a harmadik lába a pályázatnak, vagy a projektnek, mert a bővítést, ezt a megjelenést, ezt a képviselőtestület szerette volna, és ezt a pályázatok nem támogatták, ez önerős fejlesztés. Az épület felújításának teljes összege így 78 millió forint volt. Ebben a modern környezetben 6 fő dolgozik, akik napi szinten 30-40 ügyfelet fogadnak. Ez a beruházás is toppos forrásból jöhetett létre, amely az elmúlt 7 évben számtalan lehetőséget biztosított a kis településeknek is a fejlődésre. Ennek mintegy 1200 milliárd forint állt a kistelepülések rendelkezésére, hogy ebből különböző fejlesztéseket oldjanak meg. Itt elsősorban az önkormányzatok voltak a kedvezményezettek. Ebből tudta most Tiszabezdéd is megvalósítani a ma átadott védőnői szolgálat fejlesztését, illetve a polgármesteri hivatal fejlesztését. Ami jó hír, azt gondolom, a kistelepülések számára, de azt gondolom talán a nagyobbak számára is, hogy a következő időszakban a 2021-27-es fejlesztési ciklusban szintén meg fog maradni a települési önkormányzatok külön támogatása egy külön operatív program keretében, és azt gondolom, hogy hasonlóan magas keretösszeggel fog rendelkezni a következő időszakban, úgyhogy úgy gondolom, hogy nyitva lesz mindenkinek a lehetőség, hogy még jobban fejlessze és építse a települését. Vitályos Eszter kiemelte, az uniós pályázati pénzekből több száz milliárd forint érkezett az elmúlt időszakban megyénkbe. Ezek kohéziós források, amelyek a felzárkóztatást célozták meg, vagyis a legelmaradottabb térségeket segítik. Újszerű feladatokat kapnak a közfoglalkoztatottak Újfehértón. Idén kordonos uborka termesztésbe kezdtek a helyi önkormányzat irányításával. Ennek keretében 10 hátrányos helyzetű helyi lakos kapott munkát márciustól szeptember elejéig. A közmunka programban megtermelt zöldséget értékesítették, a bevételből mintegy 540 ezer forintból az önkormányzat részt vállal egy újabb közmunka program finanszírozásában.
Itt látszik, hogy valamit csinálunk, valami értéket teremtünk, de hát ez nem csak az, hogy egy szemedet arra is eprek és kész, hanem itt van eredmény, van látszatja. Még tart a munka az uborka ültetvényen, a betakarítás végén járnak a dolgozók. Újfehértón idén újszerű közmunkaprogram kezdődött. A közfoglalkoztatottak kordonos uborkát neveltek, az ültetést márciusban kezdték. A legtöbben szívesen vesznek részt a munkában, amely bár sokszor megerőltető, de hasznos is. Az ültetéssel kezdődött, aztán gyomlálás, kapálás, hálókihúzás, drótkifeszítés, ami ezzel járt, aztán a permetezés, főleg a permetezés utóbbi időben. Hetente kétszer is, aztán hetente háromszor szedjük, megvan a programunk vele, nem unatkozunk, hál' Istennek, de nagyon jó, hogy jövünk az asszonyokkal is, meg a kollégával is. Ez nagyon jó munka. A közmunkaprogram, ahogy a térség más településein, Újfehértón is sikeres. A település vezetője szerint a mezőgazdasági munka nem csak értékteremtő, de hosszú távon jövedelmező is. Hozzátette, az itt megtermelt zöldségből származó pénzt újabb programok finanszírozásához használják fel, amelyen nem csak több tucat embernek tudnak munkát teremteni, hanem közvetve számos embernek segíthetnek. A közfoglalkoztatás bár más formában, a továbbiakban is folytatódik Újfehértón. Újfehértó életében eddig még nem volt példa arra, hogy a közfoglalkoztatás keretében értékteremtő közmunka program valósuljon meg. Ezt az idejében mi megtettük, és 700 méteren kordonos uborkát termeltünk, amelynek nyugodtan mondhatom, hogy nagyon jól sikerült, csodájára jártak az ültetvényünknek, hisz olyan rendkívüli időjárási körülmények voltak, hogy erősen intenzíven tudott a uborka teremni, és ezen felbuzdulva jövő évtől szeretnénk újabb területeket bevonni. Sajnos az önkormányzatnak nem sok területe van, de kaptam már felajánlást idősebb hölgyektől, néniktől, egyedülálló asszonyoktól, akiknek ez gondot jelent, hogy a kertjüket művelték, és szívesen felajánlják az önkormányzatnak. Ezzel élni fogunk, és további mezőgazdasági termékeket fogunk jövő évtől termelni. Újfehértón a közfoglalkoztatásban összesen 130-an vesznek részt, a legtöbben tartós munkanélküliek. Fő tevékenységüket a település közterületeinek rendben tartása jelenti, és emellett a pandémia ideje alatt a fertőtlenítés a legfontosabb feladatuk. Az egész megyére kiterjedő légi parlagfű felderítés vette kezdetét kedden reggel. Az eddigi vizsgálatok azt mutatják, az időjárásnak és a gazdák megelőző intézkedéseinek köszönhetően idén jelentősen kisebb a fertőzött terület nagysága, mint az előző években. Érdemes továbbra is résen lenniük a gazdáknak, a büntetési tétel ugyanis 15 000 forinttól akár 5 millió forintig is terjedhet. A parlagfű szezon augusztus elejétől egészen az első fagyokig tart, a pollen koncentráció pedig jellemzően szeptember közepén a legmagasabb. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal ebben az időszakban minden évben végez parlagfű felderítést, szárazföldön ez júliustól folyamatos, légi felderítésre azonban csak időszakosan van lehetőség. Alig több mint egy hónappal ezelőtt már körbejárta a megyét egy rendőrségi helikopter, ezúttal pedig repülőgép segítségét is igénybe vehették a szakemberek. A teljes megyét érinti ez, azt kell, hogy mondjam, hogy több mint 200 ügyfelet ellenőrzünk csak a mai nap folyamán. Azt kell tudni, hogy a teljes megye berepülésre kerül. Az idén annyival különlegesebb a felderítési módszerünk, hogy a tavaly évben bevetett drónok, illetve a minden évben most már jellemző helikopteres felderítés mellett most már magánrepülőgépet is igénybe tudunk venni. Pontos tudni, hogy a földbirtokkal rendelkezők kötelesek mindent megtenni a virágzás megakadályozásáért és a parlagfű tömeges elterjedéséért. Ellenkező esetben igen komoly növényvédelmi bírság és eljárási költség szabható ki. A fertőzött terület nagyságától és a fertőzés mértékétől függően ez 15 000 forinttól akár 5 millió forintig is terjedhet. Az elmúlt évekhez képest eddig többek között az időjárásnak is köszönhetően kevesebb szankciót kellett kiróni. Tavasszal az aszály miatt a gyomnövények is viszonylag lassan, nehézkesen ontatottan keltek. Aztán a magas csapadék az kedvezett a kútónövényeknek és a gyomnövényeknek, ezen belül a parlagfűnek is. Viszont a gyomirtó hatások, a talajon keresztül ható gyomirtó szereknek a hatásai azok most úgy tűnik, hogy kevezőbbek voltak, tehát jobb hatásúak voltak, mint az elmúlt években. A régióra jellemző homokos talaj miatt egyébként Szabolcs-Szatmár-Bereg megye évről évre az egyik legfertőzöttebb területe az országnak. Különösen igaz ez Mátészalka, Nyírbátor és Balkány térségére. A szakemberek hangsúlyozták, a kiróható bírság nagysága miatt a gazdák évről évre figyelmesebbek, de nagy szerepe van a terület csökkenésében a különböző figyelemfelkeltő egészségügyi programoknak is.
Elhanyagolt és egyre veszélyesebb állapotban van a tiszavasvári úti felüljáró. A városvezetés azonban évek óta nem foglalkozik a problémával. Jeszenszky András frakcióvezető hangsúlyozta, korábban több városi közgyűlés napirend előtti felszólalásában jelezték a felújítás szükségességét. Érdemi válasz azonban nem érkezett. Az ellenzékiek szerint a megyeszékhely önkormányzatának mielőbb lépnie kellene az ügyben. Azzal a javaslattal éltünk az előző közgyűlésen, valamint a héten írásban is dr. Kovács Ferenc polgármester úr irányába, hogy a következő közgyűlésre hívják meg a Magyar Közút országos és helyi vezetőit, és ott számoljanak be arról, hogy mikor, milyen terveik vannak a felüljáróval kapcsolatosan, milyen állapotban van a felüljáró, hiszen nyilván készült valamiféle felmérés erről, valamint nagyon sok olyan út van a városban, amely állami közutas kezelésben van, hogy ezekkel az utakkal mit tervez a Magyar Közút Nyíregyháza belterületén is a felüljárónak az állapota mellett. Két emléktáblát avattak gróf Csáky Károly, volt honvédelmi miniszter, valamint az egykori balsai Tisza híd emlékére a folyóparti településen. Az ünnepségen elhangzott, folyamatosan terítéken van az átkelő újjáépítése, amely Benkő Tibor honvédelmi tárcavezető szerint az elődeink előtti tisztelgés jelképe is lenne. Ma már csak a híd fő emlékeztet a hajdani hídra balsán. A 206 méteres sorompóval ellátott vasúti és közúti átkelő Tiszavirág életű volt mindössze 14 évet át, a II. Világháború idején egy robbantásban megsemmisült. A teljes szerkezetet itt csak korabeli fényképekről ismerhetjük. Meghívom önöket házigazdaként egy pár perces időutazásra. Kedd óta egy tábla is őrzi az átkelő emlékét a híd főfalán, az ökoturisztikai látogatóközpont szomszédságában. A híd alapkövét lerakó egykori honvédelmi miniszter gróf Csáky Károly emlékére egy másik táblát is felavattak, halálának 75. évfordulója alkalmából. A példamutatás rendkívül fontos. Az ünnepségen a jelenlegi tárcavezető Csáky Károly emberségét emelte ki, példaként felhozva a hadirokkantakról való gondoskodását, illetve a honvédségi dolgozók pótlékának megemelését. Tett, mert tenni akart a hazájáért, az országért, a magyar emberekért, a régió a járás érdekében. Elismerés és köszönet mindazért. Thomas Mannra emlékezve azt lehet mondani, hogy méltán idézzük fel emléküket mindazoknak, akikkel tudunk azonosulni. Gróf Csáky Károly miniszteri munkája mellett a térség országgyűlési képviselőjeként is dolgozott az 1920-as években. Nagyon sokat tett a környék valamennyi településéért. Sok épület, beruházások fémjelzik az ő múltját, akár Nyíregyháza, Tisza-Nagyfalu, a Balsa-Kenézlő között megépült híd. Én úgy gondolom, hogy a mostani vezetőknek is példaértékű az ember szeretet, jótékonysági tettei, és mindaz a szemlélet, amivel a vidéki emberekhez kapcsolódott, és tett értük. Az eseményen elhangzott a híd hiányát, a mai napig szenvedik a környékbeli települések, funkcióját komplátja el a Tiszán. Minden nap azt halljuk a kompon, hogy bár lenne Balsán újra híd. A komp ugye napkeltétől napnyugtáig működik és jár, viszont a híd az minden megoldana, az éjszakai átkeléseket is, és azt gondolom, hogy a Bodrog közben élőknek, illetve a túloldalon élőknek, visieknek, zalkodiaknak, egészen a bokortanyáknak, Sárospatakig nagyon nagy szüksége lenne erre a hídra, és a megyeszékhelyet, Nyíregyházát is nagyon-nagyon gyorsan el tudnák érni a Borsod megyeiek. Tervek már készültek korábban az átkelő újjáépítésére. Az ünnepségen a honvédelmi miniszter is úgy fogalmazott, előbb vagy utóbb meg kell épülnie itt egy hídnak, az elődeink előtti tisztelgés jeléül, és annak a kapocsnak a szimbólumaként, amely összeköt minket a béke és biztonság érdekében. 15 millió forint értékű 9 személyes kisbuszt kapott Bács-Szőlős község önkormányzata. A korábban használt járművüket így a határon túli Peleskei Görög Katolikus Egyházközség alapítványának ajándékozták. Az ünnepélyes átadáshoz Balkány biztosította a helyszínt. Ezt a 8 személyes kisbuszt 2009 óta Bács-Szőlős használta. Az alig 400 fős község 2013-tól a Bácsalmási közös önkormányzati hivatalhoz tartozik.
A falu és tanyagondnoki szolgálat keretében a kis buszt főleg arra használták, hogy fiatalokat és időseket szállítsanak nagyvárosi rendezvényekre. Ez idő alatt közel 84 ezer kilométert tettek meg vele. 8-9 fő, akit ez a kis busz tudott szállítani, az mindig volt. Ez egy nagyon jó megoldás volt, hiszen ugye a tanya világból összetudták szedni az embereket, és ők nagyon hálásak voltak mindezért, hogy eljuthattak. Nem nagy városok, nyilván Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Kiskunhalas, de őnekik ez egy országot jelentett. Ezt most egy 15 millió forint értékű kis buszra cserélte le az önkormányzat. A régit pedig elajándékozták a határon túli Peleskei Görög Katolikus Egyházközség Alapítványának, amelynek már több mint egy éve tervben van egy ilyen jármű beszerzése. A zsáktelepülés nem üresen kapta meg az autót, a bácsszőlősi lakosok gyűjtésének eredményeként átadtak 28 zsákruhát, valamint arany és petőfi köteteket is, amelyekből a tervek szerint majd egy könyvtárat hoznak létre. Ebben a kis közösségben, ahol több mint 120 fiatal is van, nagyon jól fog jönni ez a jármű, amivel nem csak kirándulni mehetünk, hanem más településekre is elvihetjük a saját falunknak a jó hírét, és a helynek a nevezetességet is be tudjuk mutatni. Kiskocsikkal, szülőkkel ez elég nehezen oldható meg. Egy nagyobb járművel, mint ezzel a jelen kisbusszal, ezzel könnyebben meg fogjuk tudni ezt oldani. Balkány testvértelepülése Peleske kezd zarándok helyé válni, így arra is használják majd a kis buszt, hogy a zarándokokat elvigyék a környező településekre, hogy megismerjék például a Tasnád Szentói Becski család sírjait, amelyek jelenleg restaurálásra várnak. A kis busz cserére a Magyar Falu program keretein belül nyílt lehetősége a két településnek. Csodás ünnepi pillanat, meg különösen, hogy ismét ez egy nagyszerű példája annak, hogy anyaország és határon túli magyar közösségek hogyan létesítenek kapcsolatot és hogyan segítenek egymáson. Idén eddig több mint 300 új buszt kaptak a Magyar Falvak a program keretében, és több mint 70 régi került határon túli civil szervezethez. Elmarad a kisvárdai női kézilabda csapat szerdai MTK Budapest elleni bajnoki mérkőzése. A Magyar Kézilabda Szövetség honlapjának tájékoztatása szerint a kisvárdai csapat több tagja koronavírus fertőzés tüneteit mutatja. A klub jelenleg várja a tesztek eredményeit. A kisvárda kérte a mérkőzés elhalasztását, amelyet az MTK elfogadott, majd a szövetség jóváhagyta a halasztást. Másfél millió forint összdíjazású felkészülési tornát rendez a Fátum Nyíregyháza. A házigazda mellett az Újpest, a DVTK és a Balatonfüred röplabda csapata lép pályára pénteken és szombaton a Continental Arénában. Amikor a Nyíregyházi Sportcentrum elkezdte az esemény szervezését, egy felnőtt nemzetközi torna mellett egy utánpótlás csapatokat felvonultató rendezvényt is szerettek volna tető alá hozni. A járványhelyzet azonban felülírta a terveket, így négy magyar együttes lép majd pályára a sportág első pénzdíjas hazai felkészülési tornáján. A nyíregyháziak dolgát sérülések és betegségek is nehezítették az elmúlt napokban. A fáradásos törés szenvedő Pintér Andreára egy ideig nem számíthat a szakmai stáb, Lakom Zsófia viszont elkezdte az edzéseket. Hosszabb kihagyás vár a betegséggel bajlódó Janelis Francescóra, így szerződtette a klub a szlovén válogatott Sara Najdicsot, aki az elmúlt hétvégén már be is mutatkozott az újpesti edzőmeccsen. A nyíregyházi tornán a látogatás viszonzó fővárosiak mellett a DVTK és a Balatonfüredi Akadémia csapata lesz Német Szabolcs együttesének ellenfele. Én úgy gondolom, hogy mai magyar röplabdázásban női vonalon az összes exaligás csapat minőséget képvisel. Persze vannak kimagaslóbbak, régebb óta együtt játszó csapatok, akik ugye ugyanazt a keretet próbálták együtt tartani, többek között mi is. Voltak változások, akár mondhatják, hogy többen is, de a magyar magot megpróbáltuk mi is együtt tartani. Vannak ezek a csapatok, akik úgymond lehet, hogy egy kicsit majd elrugaszkodnak a többi csapattól, de a színvonal az szerintem megkérdőjelezhetetlen magára a ligára vonatkoztatva. Akik most jelen pillanatban részt fognak venni ezen a tornán,
Őket azért is hívtuk meg, mert kettő csapat ebből a mi águnkon van a kupába, szeretnénk egy képet kapni, szeretnénk egy viszonyítási alapot nézni, hogy mi a két csapat közötti, vagy csapatok közötti különbség, aztán majd így készülni a továbbiakban, mert nem titkolt célunk, ugye, hogy a kupába is döntőbe jutni, és ott megismételni azokat a bravúrokat, amik eddig voltak, de ne szaladjunk, én úgy gondolom, ennyire előre, ez csak egy állomáspontja ennek az egésznek, ez egy felkészülés, szeretnénk a csapatokból felkészülni, és a saját játékunkra ugyanebben az időben koncentrálni. A torna mérkőzéseit megtekinthetik a szurkolók természetesen a járványügyi előírások szigorú betartása mellett. Nagy öröm számunkra, hogy az MRS versenyszabályzata alapján lehetőség van arra, hogy saját hatáskörbe döntsünk a nézők részvételével kapcsolatban. Örülök neki, hogy meg tudjuk magunkat mutatni a Nyíregyháza közönségének. Én azt érzem, hogy nagyon várják már, hogy megismerjék ezt az új csapatot hazai környezetbe, és én azt kérem minden szurkolóktól, hogy a megfelelő előírásoknak legyenek részesei. Természetesen a beléptetésnél lázat fogunk mérni, mindenkinek maszkba kell részt venni a tornán, és természetesen arra is figyelünk, hogy megfelelő távolságban legyenek egymásról a nézők. Az üléseket nem fogunk leragasztani, de folyamatosan fogjuk a speaker segítségével erre felszólítani a nézőket. A 1,5 millió forint összdíjazású tornán a hazaiak pénteken 19 órakor a Diósgyőr ellen lépnek pályára, majd szombaton 11 órától a Balatonfüred, 16 órától pedig az Újpest ellen játszik a Fátum Nyíregyháza. Végül nézzük a legfontosabb híreket ismét néhány mondatban. Több száz milliárd forint európai uniós forrás jutott az elmúlt 7 éves ciklusban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. Az országban arányaiban ez a térség kapta a legtöbb forrást. Ezt Vitályos Eszter emelte ki Tisza Bezdéden, a megújult polgármesteri hivatal átadó ünnepségén. Az épület nem csak megújult, bővült is, valamint napelemrendszert is telepítettek. Mindezek mellett a település védőnői szolgálatának épületén is energetikai korszerűsítés zajlott. Újszerű feladatokat kapnak a közfoglalkoztatottak Újfehértón. Idén kordonos uborka termesztésbe kezdtek a helyi önkormányzat irányításával. Ennek keretében 10 hátrányos helyzetű helyi lakos kapott munkát márciustól szeptember elejéig. A közmunkaprogramban megtermelt zöldséget értékesítették, a bevételből, mintegy 540 ezer forintból az önkormányzat részt vállal egy újabb közmunkaprogram finanszírozásában. A fertőzött terület nagyságától függően akár 5 millió forintos növényvédelmi büntetés is kiróható arra, aki nem akadályozza meg birtokán a parlagfű elterjedését. Kedden újra az egész megyére kiterjedő légi felderítés vette kezdetét. Az eddigi vizsgálatok azt mutatják, az időjárásnak és a gazdák megelőző intézkedéseinek köszönhetően idén jelentősen kevesebb parlagfű virágzik, mint az előző években. Szeptember 15-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, amellyel holnap este ismét várjuk majd Önöket. Addig is látogassanak el weboldalunkra a most elhangzott tudósításokért. Már a munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Túlnyomóan derült idő várható, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11-16 fok között alakul. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés várható, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28-31 fok között alakul. Csütörtökön egy hideg front érkezik, amely péntekre már országszerte véget vet a nyáriasan meleg időnek, emellett pedig elszórtan csapadék is előfordulhat. Az ezt követő napokban aztán ismét szárazabbra fordul az idő, és lassan újra elkezd erősödni a nappali felmelegedés. Anticiklon található a Kárpát-medence fölött, amely holnap kissé keletebbre helyeződik, de lényeges időjárás változást nem okoz, folytatódik a napos, száraz, késő nyáriasan meleg idő. Fronthatás továbbra sem terheli szervezetünket.